Egy rezsőről tartott kis mini kiállításunkat nyissa meg, illetve hozta meg velünk azokat a gondolatokat, amit volt Esperes úrunkkal korábban már egyeztettük, de ő most egy kicsit fölüljavítása, fölül frissítése van, és ezért általam küldi mindannyiunk számára legjobb érzését, hiszen Szélezsőre emlékezni itt 100 éve születésnapján, azt gondolom, hogy kötelességünk is. Ha most itt lenne, és valószínűleg itt is van velünk lélekben, akkor ezt azt gondolom, hogy ő is megerősíteni. Igazán köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt megjelentek, kedves barátaim és ismerősök. Szélezső méltatójának könnyű, ugyanakkor nem egyszerű feladata van. Könnyű, hiszen egy hosszú, gazdag, jelentős eseményekkel, olykor fordulatokkal tarkított életutat kell ismertetnie, vagy legalább jelzésszerűen emlékeztetnie a fő fordulatokat. Mert a legkevesebb, amit róla, Szélezsőről elmondhatunk, hogy sok mindennel foglalkozik. Egyik méltatója a közelmúltban elhunyt Sári Éva, a svájci magyar kulturális élet nagyasszonya, nemes egyszerűséggel, mint egy magyar polihisztortól búcsúzott tőle. Tehát a feladat ez a része könyv. Azonban a nehézséget az immár lezárt életút törekvéseiben a közös szál, a vezérfonal felfejtése, annak egységének bemutatása jelenti. Szélezső kedvelte Rózsmát. Grafikai gyűjteményeinek lapjai között is találunk a reformkori költészet legnagyobbjának, legintellektuálisabbjának verseihez készült illusztrációkat. Így némiképpen kézenfekvő, ha az életutat az örökkön ismételhető kérdés. Ment-e a könyvek által a világ elé vezérfonala mentén tekintjük át? Szögezzük le nyomban, Szélezső életét a gyermeki eszmélkedés idejétől fogva könyves emberként járta végig. Először az olvasás varázsolta el, később maga is írni kezdett, sőt szerkesztőként, kiadóként is helytállt. Életét mindvégig, ahogy ő mondta, a bőtű tisztelete jellemezte. Életútja erőteljes hittel vallja, a könyvek, a művészet, a kultúra előbbre viszik, vihetik a világot, amiben élünk. A világ változik, ha szívósan és folyamatosan dolgozunk. Szélezső soha nem ért rá, soha nem pihent. Folyton új és újabb feladata volt, mert kereste, megtalálta és elvégezte azokat. A folyamatok során, hangyaszorgalommal, a legjobb tudása szerint. Nem volt számára kis vagy mellékes ügy feladat. Erre példaként, amikor az 50-es években mozgástere teljesen beszűkül, a Népművelési Intézet számára bányászhagyományokat gyűjtött, és ekkor ennek kapcsán ismerte meg alaposabban Várkalotát. Az ókori eredetű településnek a megismerés után teljes helytörténeti feldolgozását készítette el, és külön köteteket szentelt a város műalkotásainak, építészeti emlékeinek és törökkori látképeinek. Ugyanakkor az sem volt idegen tőle, mert nincs Szélezső számára kis vagy mellékes feladat, hogy feldolgozza a város sportéletének történetét, és hogy ne egy átlagos mű kerüljön ki a keze alól, a könyvet művészbarátainak illusztrációjával jelenteti meg. Így lett a mellőztetésből hasznos, a köz számára végzett munka. Amikor pedig lelkészként dolgozott Sárvárott Pétfürdőn, a gyülekezet életét felpezsdítette kulturális és gyermekfoglalkozásokkal. Publikációi között egyaránt megtalálhatjuk az egyházi, történelmi, helytörténeti, építészeti, sőt nyelvészeti tematikát. Problémaérzékenységét jellemzi, hogy ez idő alatt gondolkodik, ír és publikál a szorgalomkérdésre. Az igazi vonzalom azonban Szélezsőt a könyvészethez, a könyvművészethez és a képzőművészethez kötötte. Váci György könyvkötőről írott tanulmányában azt írja, nem csak a könyv szövegében fészkelhet lélek, hanem a kötésben is. A könyv-e
külső és az ismeretes belső lelkének tisztelete vezette arra, hogy 1960-ban létrehozza a Magyar Bibliofil Társaságot, majd ennek nyomán bő 10 évvel később megszervezi a műgyűjtők és műbarátok körét, utóbb a Budapesti Művészetbarátok Egyesületeként ismeretes. Az egyesület keretei között kiállítások százaival, előadások sorával, könyvsorozattal szolgálja a művészek bemutatását a nagy közönségnek, és ugyanakkor létrehozza a művészek és műgyűjtők találkozásának fórumát, a két fél egymással való megismertetését. Egy egyesület létrehozása, fenntartása, élettel megtöltése, tudjuk azt hiszem, hogy többen, nem könnyű feladat ma sem. És jóval nehezebb volt mindez, a hatalom folyamatos gyanakvása közepette a 60-as, 70-es években, amikor Rezső bátyánk ezeket az egyesületeket létrehozta. Mindeközben maga is műgyűjtő lesz. Publikációi e tárgykörben részben önreflexív írások, de figyelme kiterjed más gyűjtők életútjára, gyűjtési módszereire is, és hát egyáltalán miután önmagát kell egy kicsit megfigyelnie, és egyre inkább gyanakvóan figyeli ezeknek a tüneteit, hogy hogyan lesz valaki műgyűjtő. Tehát egyre inkább érdekli ez a tematika, és ebben tulajdonképpen publikációban erre a kérdésre keresi a választ. Szélező az első könyvét 1937-ben írja Misztót falusi kisvétlősről. A hányatott sorsú református lelkész nyomdász 1698-ban egy kínos ügyben zsinati vizsgálat elé készül, és akkor veti papírra az úgynevezett mentségét, amit nem csak papírra vett ki, is nyomtatja, hiszen nyomdász, melyben a saját helyzetét, tehát Misztótfalusi Kis Miklós így jellemzi. Egy szegény legénynek szíves devóciója többet tészen, mint egy országnak immel ámmal való igyekezet. Szédező nem hivatkozik pontosan ezekre a sorokra a könyvében, de hiszem, hogy magáévá tette ezeket a szavakat, s magát szegény legénynek tekintve szíves devócióval munkálkodott. Az immel ámmal végzett munkát pedig nem nézte el, hanem szóvá tette. Szédezőnek feladatai, fontos ügyei voltak. Ezek vezérelték. Nem emberekben gondolkodott, mindig az ügyek voltak számára fontosak, és ehhez keresett embereket. Elhivatott volt, öntörvényű, kritikus, szókimondó. És legyünk őszinték, akik ismertük, tudjuk, nem volt könnyű ember. Ugyanakkor magáévá tette, tudta, hiszen lelkészként ismerte az igét, a Máté evangéliumából, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat. És Szíj Dezső magát egy odaküldött munkásnak tekintette, és bizony mindenféle feladatba, aratásba beállt, és végezte a munkát. Szíj Dezső életútja átíveli az úgynevezett rövid 20. századot, és ezt itt az ifjúságnak mondom, hogy mert a 19. századot meg a hosszúnak tekintjük, hiszen a francia forradalomtól tart tulajdonképpen az első világháború lezárultáig. Ebből a 20. századi életútból vajon mit tanulhatunk mi a 21. században, és mit tanulhat ez az ifjúság, aki most itt ül, amikor Szíj Dezsőről hall? Hát én azt gondolom, hogy a 21. századra két gondolatot kellene ebből az életútból, ennek a tanulságaként átmenteni. Az egyik, hogy merjük föltenni magunknak újra és újra Vörös Marti kérdését, ment-e a világ elé. És hogyha föltettük és válaszolunk arra, hogy alkalmasnak mutatkozik-e kultúránk, műveltségünk, tudásunk arra, hogy valamicskét javítsunk a világ, közös világunk, szűkebb, tágabb közösségünk életén, akkor legyünk olyan bátrak, hogy a hangya szorgalmat se spóroljuk el belőle, mert lezsibbe erre tanítani. A másik, amire szeretném fölhívni itt mindannyiunk figyelmét, hogy
aratnivaló sok van, munkás meg kevés, de ha nem kérjük szépen és méltón az aratás urát, akkor nem is lesz elég munkás. Tehát legyünk olyan bátrak és forduljunk az aratás urához gyakrabban. És most, miután én Kecskemétről jöttem, arról szeretnék beszélni, hogy Szédeszsőnek itt is vannak könyvei. De Kecskemét olyan szempontból egy kiemelt város volt Szédeszső életében, hogy személyes kapcsolatok révén Benda Kálmánnal, a Rádai Gyűjtemény főigazgatójával, illetve az én emlegetett Szabó Gábor Esperessel volt ő jó barátságban. És ezek a barátságok arra ösztönözték őt, hogy élete végén, amikor egy hatalmas műgyűjteményt mondhatott magáénak, zárójelbe erről majd szeretnék én először egy anekdotát elmondani, hogy milyen is volt az a lakás, ahol Szédeszső a műgyűjteményével élt. Ugyanúgy, ahogy ő ügynek tekintette a várpalota földolgozását, vagy ügynek tekintette a műgyűjtést, ugyanígy fontos ügynek tekintette azt is, hogy itt van egy műgyűjtemény, mi legyen vele, hova kerüljön, hova helyezzen el. És ilyen gondolatai kapcsán Benda Kálmánnal, Szabó Gáborral egyeztetve jutott arra, hogy Kecskemétre műgyűjteményének két nagyobb egységét is elhelyezte. Egyiket a Rádai Múzeumban, ez egy majdnem 5000 lapot számláló grafikai anyag, illetve egy másik anyagot pedig a Kecskeméti Református Egyházközségnek adományozott. Ez műfajilag vegyes, ebben szobrok, érmek, plasztikák, grafikák, festmények és könyvek is találhatók. Idejövet elgondolkoztam azon, hogy ez egy kicsit egy szimbolikus körnek is tekinthet. Sárvár, említettem, hogy nagyon jelentős helyszíne volt Szédeszső életének, itt volt először önálló lelkész. És Sárváron újjáépítette a református gyülekezetet, tehát életének biztos, hogy egy kiemelt helyszíne volt, utána bármerre is vitte a sors. Sárvár a protestantizmus történetének is egy kiemelkedő helye, nem tudom mennyire. De 1541-ben itt jelent meg először magyar nyelven a Új Testament Szilveszter János fordításában, és ahogy írta a bevezetőben, az magyar népnek ki ezt olvassa, tehát magyarul lehetett most már a magyaroknak olvasni a Szentírást. És ennek az Új Testamentumnak kétféle kiadása van, az egyik egy ilyen exkluzív, színes borítóval és egyebekkel, a másik az már az utókiadás, mert nagyon sokan szerették volna ezt megvásárolni, tehát a második nyomás az már csak egy fekete. Ebből a színesből három példány létezik még a világon, az egyik Bécsben, a másik Londonban, és a harmadik pedig Kecskeméten, a Református Egyházközség könyvtárában. Ez a kecskeméti példány nem akárkié volt, Kanizsai Orsolyáné, aki annak a Nádasdi Tamásnak a felesége volt, aki Sárvárot, ezt a Biblia kiadást ma úgy mondanánk, hogy szponzorálta. Tehát ő adta a pénzt arra, hogy megjelenjen. Most ez a kötet ott van, Rezső bátyánk meg Sárvárról indult, úgyhogy úgy gondolom, hogy az ő gyűjteménye nagyon boldogan és jó érzéssel van Kecskeméten, a Szilveszter Biblia szomszédságában. Én ezekkel a gondolatokkal emlékezem a 100 évvel született Szent Rezsőre, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Még a képről annyit hallgatják el, hogy ez a Kecskeméti Református Egyházközség gyűjteményéből való portré, Réti Mátyás készítette Szédeszsőről, és a mi szeptember végi megemlékezésünk volt Kecskeméten egy olyan kiállításhoz kötődött, amiben csak a Szédeszső portrékat mutattuk, tehát számos jelenben.